Tisztelettel köszöntöm a Franco TV nézőit, Bősről jelentkezünk másodszor. Az első gól szerzője Tóth Laci már nyilatkozott, mellettem a második gól szerzője, Lénárd Bandi, Lénárd András. Hát azt szoktam mondani, egy jó focista ne fejeljen, de a mai meccs után ezt visszavonom, mert itt van mellettem egy jó focista, hát nem egy fejelő specialista. Hogy láttad azt a gólt? Gratulálok a győzelemhez és a teljesítményhez. Bandi, hogy láttad ezt a fejes gólodat? Írd le belülről. Úgy látszott, hogy tudatos volt, ahova fejelted, oda is ment, ahova akartad. Meg volt beszélve, hogy a edző azt kérte, hogy a kipattanóról érkezzek befelé. Szerencsére sikerült is, nem tudom, nagyon jó labdát kaptunk védő mögé. Annyi, hogy valaki húzott visszafelé még a ellenféltől, de szerencsére sikerült befejelnem, úgyhogy fontos gól volt számomra, meg a csapat számára is, hogy másfél idő meg tudtuk egy picit nyugtatni ebben a másik góllal, úgyhogy örülök a három pontnak, és hogy a csapat jól teljesített. Hát a Tóth Lacinak már mondtam, hogy az ő energiája átment az egész csapatra, mert ugye a Laci 4-5 meccset nem játszott úgymond annyit, amennyit szokott az előtt. Tehát hogy láttad, ugye nem egy könnyű periódusban volt a csapat, mert kétszer otthon x-elt, utána kapott egy hármast Lenyicki Robnén, tehát ez egy dupla motiváció volt, mert ugye még az első hely is játékban van, különösen most, hogy a Bolerász kikapott. Tehát motivált titeket ez, hogy azért vissza az első helyre és az első helyen telelni? Nem titok, hogy első hely a cél, de magunkkal foglalkozunk, nem a Bolerázzal, nem a többiekkel, magunkkal, úgyhogy a múlt héten hármas benne van amúgy a fociban, sajnos. Szőcs Laci nagyon hiányzott onnan hátulról, de itt a példa, hogy fel tudtunk belőle állni, és nagyon jól reagáltuk le azt a hármast. Főleg úgy, hogy kettőt előtte nem tudtunk nyerni. Hál' Istennek most sikerült, úgyhogy még egyszer nagyon örülök neki. Igen, ugye a legnagyobb szurkolód az apukád, és hát ugye Dac nevelés vagy, Dac Akadémia nevelése. Nátszegről érkeztél, ugye Nátszegről is lett, hogy vannak itt szurkolók. Hát jó lennének a nátszegi szurkolók, ha itt lennének, mert a csapat ugye az első helyért harcol, és gyakorlatilag nincs szurkolósereg Bősön. Ezt hogy élitek meg? Hát nem tudom, én közel 3-4 hónapja vagyok itt, tiszta más a helyzet, ugye mi ottan ilyen eredmények lennének, akkor ottan ilyen sokkal többen járnának, sokkal jobb hangulat lenne, de meg kell ebben is birkózni, munkért játszunk, egymásért játszunk, csapatért játszunk, úgyhogy meg kell vele barátkozni, úgyhogy úgy mondom, hogy cél az adott, és azért mindent meg tudunk tenni, hogy első helyen legyünk. Meg a faterodra visszatérve, minden meccs után szoktál vele beszélgetni, ő nagy-nagy rajongód, és a meccs közben is azért beszoktak szólni néhány szurkolók, hogy a Bandi ez meg így, meg úgy, mindig megvéd, tehát a faterod, azt hiszem, hogy még mindig melletted van, felnőtt ember vagy, de azért jó dolog, nem, hogy a fater mindig ott van melletted. Persze, nem csak apukám, hanem anyukám is mindig mellettem van, hál' Istennek, ez ritkaság, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindig kíváncsiak rám és megvédnek, és hát örülök neki, hogy mindig ellátogatnak a mérkőzésre, akár idegenbe, akár otthon, úgyhogy ez pozitív. Hát igen, ugye a pályán nem vagy ilyen izgulós, mint a mikrofonnál, de azt gondolom, hogy nyugodtan másról is nyilatkozz, mert abszolút profi módon nyilatkozol, még egy picit visszatérve a karrieredre, ugye, hát egy nagyon tehetséges játékosként indultál, és szerintem most Isten ments, hogy a bőséget megbántsam, de a te képességeid alapján máshol is játszhatnál. Hogy gondolod, hogy miért nem sikerült ez, hogy csak negyedik ligába vagy? Mert ha láttalak 16-17 évesen focizni, és akkor azt mondtam, hogy ebben a srácban első ligás játékos lesz. Te hogy látod ezt? Még lehet, mert a Zsigmond Kevin is ugye innen ment a cseh ligába. Foci az nagyon összetett dolog. Én azt mondom, hogy mindig először magamba keresem a hibát, úgyhogy biztos bennem is nagyon sok hiba van, de én szempontból sok tényező volt, ami negatívum volt, és inkább azt mondtam, hogy nem kérek bele, mert a menedzserek azt mondták, hogy inkább a pénzt nézik mindenbe, de nem akarok belemenni, úgyhogy én örülök, hogy itt vagyok Bősön, előtte Nátszegen voltam, és amit csapatban vagyok, mindig próbálom 100%-ot nyújtani, és hál' Istennek itt Bősön is sikerül, és amit idejöttem, az a cél, az a bajnokság megnyerése, és
remélem jó irányba vagyunk, és ott leszünk a év végén a első helyen, úgyhogy bízok benne, bízok a csapatba, bízok magamba, úgyhogy minden adott rá, úgyhogy... Hát remélem, hogy legalább a Lénárd Bandi minimum harmadik ligás játékos lesz jövőre. Gratulálok a gólodhoz és az eddigi teljesítményedhez, és hát azt gondolom, hogy Kevin elment innen, de 22-essel játszol, hát nyugodtan fölvehetnéd a 10-es meszt is, igaz, hogy most a jazzin van, de a teljesítményen alapján mindenképpen. Tehát 10-es pozíció az neked meg is felel. Hát köszönöm, de mindegy, hogy milyen messze van az ember hátán, azt nézik, hogy ki milyen teljesítményt nyújt, és nem elég a módból építkezni, azt nézi mindenki, hogy most mi az, ki az ember, és hogy mit teljesít, mit lak rá az asztalra, úgyhogy minden héten edzünk, de hétvégén meccs mutassa meg, hogy adott pillanatban, hogy ki milyen formában van, ki mit nyújt, tesz le az asztalra, úgyhogy ebből lehet építkezni. Hát igen, egy fantasztikus csapatember mellettem, én azt gondolom, azt mondtad, hogy nagyon örülsz, hogy Bősön vagy, én még azt mondom, hogy a Bősér is nagyon örülhetnek, hogy egy ilyen játékost megszereztek, úgyhogy gratulálok. Köszönöm szépen. Eljúgok.